filozófus, én például nem mint filozófus veszek részt a közéletben, hanem mint honpolgár. Aztán a honpolgárok vesznek részt a közéletben, attól honpolgár az ember, aktív honpolgár, hogy részt vesz a közéletben. Hogy mint filozófus teszem ezt, az egy véletlenszerű dolog. Bizonyos értelemben vele játszik például gondolatmenetemben az, hogy hát mondjuk prózában filozófus vagyok, viszont másként fogalmazok esetleg, mintha nem az lennék, de nem mint filozófus beszélek a közéletben, hanem mint honpolgár beszélek a közéletben. Filozófusok közül vannak olyanok, akik kizárólag magán foglalkozásként hát mondjuk praktizálják a filozófiát, bezárkoznak a hálószobáink, nem a hálószobáink, a dolgozó szobáinkkal. Sajnos hálószobát mondtam, mindegy. A dolgozó szobáinkba zárkoznak be, és leülnek a komputer, vagy régen az írógép mellé, és egész nap olvasnak, és írnak, és olvasnak, és írnak, és még hangversenyre se járnak, kirándulni se járnak, hanem kizárólag azzal törődnek, amivel foglalkoznak. Minden tiszteletem az övék. Különböző emberek vagyunk, mindenkinek különbözőek az érdeklődési körei, van, aki tiszkat a közélet, van, akit nem. De a szabadság mindenkinek fontos. Legalábbis a filozófus számára, és nem csak a filozófus számára, a szabadság mindenkinek fontos. Filozófus számára akár közéleti szereplő, akár a dolgozó szobában ül. Lényegem a szabad gondolkodás az életelem, az a kenyere, az a levegő, amit beszív. Úgyhogy ennél fogva a szabadság közös értéke minden filozófusnak, akár közéleti szereplő, akár pedig nem. A filozófia gondolkodás fontos, de nem okvetlenül függ azzal össze, hogy van egy olyan tantárgy az iskolában, amit filozófiának hívnak. Jó, ha van egy olyan tantárgy, amit filozófiának hívnak, de a filozófiai gondolkodás nem okvetlen függ össze azzal a tantárgyal, amit filozófiának hívnak. Azzal függ össze, hogy a fiatalban gyerek gondolkozzon abban a tanteremben. Hogy nem mondja meg neki a történelemtanár, hogy hogy kell ezt az eseményt értelmeznie, hanem meglegyen a szabadság arra, hogy másként értelmezze, mint a tanár. Ha vitatkoznak egymással a gyerekek, hogy mi a véleményetek erről meg arról az eseményről, nem akvetlen jelenkori eseményről, régi eseményről. Mi, hogy gondolkoztok ezen? Hogy, és látni fogják, hogy különbözőképpen gondolkoznak. Hogy a különböző gondolkodásnak megvan az ereje, maga az az erő, hogy másként lehet gondolkozni, mert a szabadság mindig a másként gondolkodás szabadsága, és ezt már a gyereknek meg kell tanulni. Én mindig felhozom példának az én fiam egyik első, hát mondjuk tapasztalatát Ausztráliában. Beiratkoz Ausztrál iskolába, közönséges iskola volt, semmi különleges szafrat, hanem közönséges államiskolába volt, mirattuk be, és egyszer abortusz vita volt a parlamentben. És a tanárnő azt mondta nekik, hogy a parlamentben az abortuszsal vitáznak, mi is vitatkozunk erről. Megfelezte az osztályt, A-tól K-tól Z-ig, egyik mellette, a másik ellene. Fiacskám, mint aki Magyarországra bejött, jelentkezett, hogy ő ezt nem tudja vállalni, neki más a véleménye. Mire a tanárnő megsimogatta a kis fejét, és azt mondta, drága fiacskám, meg kell tanulni az ellenfél szempontjából is érvelni. Itt kezdődik, kérem, a demokratikus nevelés, ahol a gyerek megtanulja, hogy a másik szempontjából is kell érvelni. Használom a saját fejemet, és megpróbálok a másik fejével is gondolkozni. Ezt a kettőt megcsinálom, akkor demokratikus nevelésben részesültem. Akár filozófia órán, akár történelem órán, akár magyar órán, akár persze nem matematikában, nem mondta a gyerek személy, szerinte 2x2, úgyhogy ez a más kérdés. De azokban a tantárgyakban, ahol az interpretáció szabadságot igényel, ott legyen meg a gyereknek szabadság az interpretáció, és persze a tanárnak is, ez természetes, ezt nem is kell hozzátennem. A közéleti klub témája az, hogy merre tovább Magyarország. Most láttunk egy nagyon magabiztos jobboldalt, amelyik vezeti a közvéleménykutatási adatokat, és láttunk egy olyan baloldalt, akik egymással vitatkoznak az összefogás keretében, és egy részük már nem is a 2014-es választásokra, hanem a 2018-asra gondol. Merre tovább? Hogy halad most Magyarország?
Nézze, a Fidesz újabb választási törvénye nagyon nehéz helyzet elé állította az ellenzéket. Normális esetben két fordulós választás, az ellenzék pártjainak mindegyike a saját programát adja elő, konfliktusban a többi ellenzéki párt, ez teljesen normális. És ha az első forduló leszaladta, a második forduló kötnek egymással a szövetséget, egyik visszalép a másik javára. Ez itt szokott normális esetben történni. Ez most egy abnormális választás. Itt nem lehet igazán választani. Itt egyetlen dologra van mód, ugyanis a népszavazásra. Arra adni a voksot, hogy nem kell többi a Fidesz. A pozitív tervekre, koncepciókra nem lehet szavazni, mert a pártok nem tudják magukat a többi pártól elkülöníteni. Ha a pártok ezt megértenék, ha minden párt megértené, és elfeledkeznének arról, ami elválasztja egymástól őket, ami teljesen reális és természetesen jogos, hogy más legyen a koncepciók, mert egyszerűen különböző pártok, különben csak egy párt lenne, tehát különböző pártok. És ezért más-más koncepciók van. Erről egyszerre kéne feledkezni, és azt mondani, most népszavazásról van szó, most nem érdekelnek a különbségek, most ténylegesen egy dolog fontos, leváltani Orbánikat. A jobb oldalon persze teljes az egység, mert a Fidesz manapság voltaképpen nem is egy párt. Egy pártban mindig van a konfliktusok, pártban mindig van a különböző frakciók, különböző érdekcsoportok. Nem is egy párt, hanem az állam végrehajtó szerve. Ugye van egy állam, az állam központosított, a központ középpontjában a miniszterelnök áll, és a központos állat végrehajtó szervei a parlamentben ülő Fidesz és KDMT képviselők. Hát valójában nem egy párt tag szerepét játszák, hanem egy állami tisztviselő szerepét játszák. Ennél fogva könnyű az egység, mert hiszen minden fölülről megy lefelé, mint a katonaságban, ugye engedelmeskedik az alsó a fölsőnek. Nincs alul, nincs, a parancsot nem lehet megtagadni. Tehát ott könnyű egységet mutatni. Bal oldalon, vagy az ellenzékben, nem is csak a bal oldalon, a liberális oldalon is igazi pártok vannak, igazi pártok, akik nem hajtanak végre egy parancsot, vagy egy iniciatívát, hanem különböző problémák vannak. Ez helyes, de most ez a sémát nem lehet követni. Nem engedi meg a helyzet, hogy ezt a sémát kövessék a pártok. Ismétlem, úgy kell tekinteni a választás, hogy ez nem egy demokratikus választás, ez egy népszavazás. És ha véletlenül megnyerjük ezt a népszavazást, két éven belül demokratikus választást kell szervezni, legkésőbb 2016-ban, ahol minden párt külön-külön a saját programjával, saját arculatával indulhat és méretheti meg magát. Másként nem lehet a dolgot elgondolni. Szerint az lett volna a nyerő megoldás, amit Bajnai Gordon javasolt még egy évvel ezelőtt, október 23-án, hogy tulajdonképpen egy ernyős szervezetbe gyűjjenek össze a pártok, és hogy abszolút egységes arculatot mutassanak. Az nagyon jó ötlet volt, de a pártok nem voltak hajlandók, úgyhogy szemben láthatóan nem jött létre az ernyős szervezet. Ez egy jó ötlet volt a Bajnai Gordonnak, erre alapult eredetileg az együtt koncepció, nem ment. Ugye kizárólag a Párbeszéd Magyarországot csatlakozott, és akkor nem is volt ernyős szervezetről szó, akkor a pártot kellett alapítani, nem ernyős szervezetet. De még mindig az alapkérdés, hogy viselkednének-e a különböző pártok, mintha ők egy ernyős szervezet lennének. Úgy kellene viselkedniük, mert különben nem nyerhetik meg a választást. És az nagy baj. Jelen állás szerint abban mindegyik párt egyetért, hogy ők le akarják váltani Orbán Viktort, de hogy ezen túlmenően szinte semmiben. Nem is kell erről is beszélni. Alapvetően azért mondtam, az a cél, hogy leváltsák Orbán Viktor. Azután ki kell írni 16-ra az új választásokat. Tehát nem lett mi lesz a két évig? Két év, nem lett négy évi ciklusa. Két év arra, hogy lebontsák ezt az diktatúrának induló társadalmi, egy politikai szervezetet, ami nem diktatúra, de benne van a lehetősége, vissza kell állítani az igazi pluralista demokráciát, vissza a helyre kell állítani a szabadságjogokat és mindent, és ez lenne a feladata ennek az, és gazdaságilag olyan politikát kezdeni, amelyik a befektetőket ide vonza, és a helyzetet könnyebbíti az ország lakosai számára. Ezt meg lehet csinálni két év, vagy másfél év alatt. És ha másfél év múlva igenis választásokat hirdetni, új választásokat, ahol minden párt indulott a saját programja, a saját koncepcióval,
és akkor kell koncepciókat és programokat bemutatni az embereknek. Különben nincs értelme, nézze meg a szocialistáknak, liberálisnak, együttnek. Ezeknek más a koncepciója jövőre vonatkozóan. Nem lehet, itt van például a MOMA, Modern Magyarország, a Bokrosék. Ezek kapitalizmus mellett állnak. Alapideájuk, hogy igenis kapitalizmus kell Magyarországon, annak az ország nem tud fejlődni. A szocialista párt hagyományosan mindig újraelosztó. Most mondj, álljanak elő a politikájuk, akkor teljesen különböző politikával fognak előállni. Ez nincs rendben. A MOMA például szerintem igenis tandíjat akar, olyan tandíjat, amelyben a szegény gyerek tandíjmentes és a jól tanuló ösztöndíjat kap. Viszont vannak olyan, például ma a szocialista párt élesen ellene van mindenféle tandíjrendszernek. Tehát hogy lehet akkor egy közös programmal előállni? Ez teljesen abszurd. A program csak negatív lehet. És a negatív program pozitív oldala, hogy mihelyt helyreállnak a demokratikus intézmények, kiírunk egy új választást. Nem 4 évre vagyunk megválasztva, ez a lényeg. Kicsit menjünk vissza az időbe, hogy a baloldal és a mostani ellenzéknek a munkáját, a kommunikációját az nehezíti meg, hogy előtte 2010 előtt 8 évig volt a kormányon, ami nem volt egy túlságosan sikeres időszak. Ön szerint hitelesen el tudják adni magukat az ellenzéki pártok, a mostani ellenzéki pártok? Nézze, nem volt jó időszak, ez egy rossz 8 esztendő volt, nem egyformán rossz, mint a 8 esztendőben. Voltak bizonyos eredmények is, gazdasági eredmények is, szemmelhető eredmények, mint autópályák és egyebek, de alapvetően gyenge volt a kormány, ezt vegyük tudomásul. Mindig azt mondják, hogy a kezét már az Orbán tartotta az országban a kezét, az, hogy állnak, hogy olyan ellenzék volt, amelyik azt mondta, hogy ő Magyarország, és ellenzék nem lehet, Magyarország nem lett ellenzékben, tehát lényegben delegitimálta ténylegesen hatalomra jövő pártot, de legitimizálta. Na most ezt a helyzetet a kormány tűrte. A kormány próbált reformokat csinálni, és mikor jöttek a Fideszék, visszaállt, akkor nem lettek reformok, össze-vissza cselekedtek, az apjában gyenge volt a kormány. Most azt hiszik, hogy az a demokrácia, ha gyenge a kormány, és hagyjuk az ellenzéket agresszíven föllépni. Nem attól gyenge a kormány, nem attól erős a kormány, hogy diktatúra gyakorol. A kormány akkor erős, ha elhiteti az emberekkel, hogy ennek a kormánynak van az autoritása. Tehát az autoritással föllépni, a tekintéllyel föllépni, nem erőszakkal föllépni. Ezt nem tette meg a szocialista kormány. Ennél fogva az emberek joggal elvesztették bennük bizalmukat. Nem annyira a gazdasági helyzetük miatt, hanem azért, mert nem mutattak autoritást. Nem mutatták azt, hogy nekik joguk van kormányozni, tudják, hogy kell kormányozni, tudják, hogy kell jól kormányozni, és ezért bizalmuk nem volt az embereknek már ezekben a kormányokban. Ismétlem, gyenge volt a kormányzás. És milyen az ellenzéki tevékenység? Látjuk, hogy elég aktívak a különböző pártok képviselői az ellenzéki munkában, de mégis valahogy a kommunikáció nem hatékony, legalábbis ez a közvélemi kutatási adatokat megnézzük, akkor egyáltalán nem tűnik annak. Nem hatékony a kommunikáció. Ennek két oka van. Egyik az, hogy lényegében az egész tömegkommunikációs birodalomat a Fidesz uralja. Hát van sok része az országnak, ahol semmi más adót nem lehet fogni, mint a Budapest egyet. Én például nekem van egy falusi házam, semmi más nem tudok fogni, mint Budapest egyet, a régi Kossuth rádiót, ugye? Televíziós csatornában csak a két állami televízió, csak az egyik állami televízió jön, az egyes állami, és talán a Duna csatorna jön be. Tehát az embereknek egy nagy csoportja semmi más nem kap, mint indoktrinációt, a kormány indoktrinációt. Ezzel nehéz valami hasonlót szembeállítani. Ez, ami más kéne szembeállítani. Állandóan ott lenni az ember között, állandóan mozogni, állandóan beszélni az emberkel, itt és ott dolgozni az emberek között, mert ezt tömegkommunikációs eszközökkel nem lehet egyszer elérni, mivel abban hatalmas kisebbségben vannak, pénz sincs, anyagi eszközök se állnak a rendelkezésükre. Tehát csak emberi energiával, dolgozni éjjel-nappal, ugye azzal lehet egy igazi ellenpropagandát kifejteni, azzal lehet megmutatni, hogy mit tett voltak éppen a Fidesz kormány, de ez dolgozni kell, tényleg éjjel-nappal dolgozni kell, ott kell lenni mindenütt, és mindenütt beszélni kell.
még akkor is ellenzékkel találkozik az ember, azaz főleg akkor. Ezt érdemes lesz kifejteni, de még kicsit térünk vissza arra, amit a mondani valója elején mondott, hogy ez a, mikor a Fidesz volt ellenzékben, akkor tulajdonképpen a média fölény az a másik oldalon volt. Tehát, hogy ők ellenzékiként tudtak hatékonyan kommunikálni, tudták azokat az üzeneteket küldeni, amelynek az eredménye egy kétharmados választási győzelem. Nekik volt egy hatékony ellenzéki médiumok is, ugyanis a Hír TV az már az ő médiumok volt, hatalmas ellenzék, és ez egy nagyon szakszerű médium. Szemben az egyes csatornával, mert egyszerűen pocsék, ugye, de mondhatatlanul rossz. Most nem egyszerűen hazug, hanem rossz is. Ezzel szemben a Hír TV a szakmailag nagyon jó, az jól meg van csinálva. És ez a jól megcsinált Hír TV ott volt, míg a baloldal, az akkori baloldal, ami 8 év alatt nem jutott eszébe egy hírcsatornát magának kiépíteni, fogalmuk nem volt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a hangjuk eljusson az emberekhez, még akkor is, hogyha nincsenek kormányon. Ez senkinek nem jutott eszébe. Ez a nagyon nagy hiba volt. Azon kívül Orbán Viktor ezt ügyesen csinálta, megszervezte az embereket. Ne felejts el azt, se a szociálisok, se a liberálisok nem szervezték meg az embereket. Kezdetén rendszerváltás után voltak liberális klubok. Akkor minden város volt egy liberális klub, ezek ténylegesen működtek. Sokszor hívtak meg engem, szétszorotta. Aztán polgári köröket megszervezte a Fidesz, voltak alapszervei, minden helyen ott volt a polgári szövetség, a polgári körök, mindent megvan az alapszervük. Kiépítettek maguknak egy alapszervet, miközben a baloldal, a liberálisok elvesztették a saját magukét. Nekik nem voltak alapszerveik, nem volt olyan közösségük, amelyet az emberek beszélhettek volna, és még az embereket indoktrinálhatták volna. Semmilyen nem volt. Szóval Fidesz ezt nagyon jól csinálta, polgári körök, amik szükség volt rájuk, mikor már kormányon voltak, nem kellettek többi a polgárok, nem volt rájuk szükség, el lehetett őket intézni, el kellett őket küldeni. De amik szükség volt rájuk, megszervezték. Voltak, mert nem volt koncepció az akkori kormánypárnal, mit kell megszervezni, hogyan kell cselekedni. Voltak, úgy csináltak az egész, mintha minden magától értetődő volna. Úgy érzek, hogy az egész polgári demokrácia magától értető dolog. Jó, most mi vagyunk, aztán meg a többiek, aztán megint mi jövök, és milyen úgy marad, ahogy van. És a legfontosabb dolog a parlamenti politizálás, itt van egy frakció, ott van egy frakció, aztán vannak a bizottságok, eszükbe nem jutott az, hogy ország van mögöttük. És ott is kell politizálni, nem csak a parlamentben. Ez egy rettenetesen nagy hiba volt. Mennyire látja nehéznek az ellenzék munkáját? Mert a baloldalról is sokan azt mondják, hogy nincs igazán karizmatikus vezető a baloldalon, és így nehéz a választókat megszólítani, miközben a jobb oldalon egy igen kiemelkedő karizmatikus személy működik. Nem szükséges karizmatikus vezető, különben nincs szükség karizmatikus, akar egy Gyurcsány Ferenc is karizmatikus, de nincs is szükség karizmatikus vezetőre, viszont okos vezetőre van szükség. Okos vezetőre, határozott vezetőre, meggyőző vezetőre, aki meg tudja győzni az embereket arról, hogy ő ezt az országot el tudja kormányozni. Ez nem kell karizmatikusnak lenni. Nézd Angela Merkel, karizmatikus, dehogy karizmatikus. De az ország elhiszi, hogy ő el tudja Németországot vezetni, hogy igazi kormányfő. Nem kell ehhez karizma. Autoritás kell, az nem ugyanaz, mint a karizma. Hogy a személyedben meglegyen az autoritás, te képes vagy erre. Te ezt az országot el tudod kormányozni. Ez nem kell karizma. Tételezzük föl, hogy teljesen mindegy, hogy 2014-ben, ja. vagy 18-ban, vagy 22-ben. Nem mindegy. Most a elméleti kérdés szempontjából mindegy, hogy amikor esetleg a mostani ellenzék kormányra kerül, hogy hogyan tudják azt az állapotot megszüntetni, hogy van évek óta egy borzasztó nagy szakadék a jobb oldal és a baloldal között, a jobb oldal és a baloldali szavazók között. Hogyan tudják azt elérni, hogy hosszú távon egy normális párbeszéd legyen, és hogy ne valaki ellen úszítsanak valakit, hanem hogy tényleg programok mentén tudjanak dönteni az emberek, mert az évek óta elérni, nincs. Megpróbálják elérni, mert még egy nagyszerű próbálkozással látom, és nem beszélek a jobb oldalról, most beszélek az ellenzékről. Ha az ember azt mondja akármelyik konzervatív emberről, hogy rokon szenve számára, akkor azt fogják mondani, hogy milyen júj, nem tudod, hogy mit mondott 5 évvel ezelőtt, nem tudod, mit mondott 10 évvel ezelőtt. Tehát magunkon kezdjük az egész.
veszett el. Hogy attól, hogy valaki egy másik oldal, más a meggyőződés, más a koncepció, attól még nem ördöki, attól, és nem is szabad mindenre emlékezni. Felejteni is kell tudni. Én nekem a legjobb példám az volt, hogy mikor az én az MDF-re szavaztam múlt választáson, és csináltam is propagandát mellettük, és akkor azt mondták a barátaim, fújj meg, vagy őrülve, nem tudod, hogy mit mond a Dávid Dibolya a futballról? De akkor mondtam, hogy gyerekek, elegem van ebből. Ki mit mondott 5-10-15 évvel ezelőtt erről, arról, vagy amarról? És ez sajnos a saját körünkbe kell először legyőznünk, magunkat kell először legyőznünk, aztán kezdhetjük a párbeszédet a többiekkel. Borzalmasnak tartom a Horthy korszakot, és nem is értem, hogy hogy lehet, hogy az emberek erről elfeledkeznek. Hát mondjuk zsidó, mondom a zsidó törvényeket, egyiket a másik után összesen hármat, és az, hogy Magyarországon 3 aranyi zsidót küldtek Auschwitzba, amit a németek követeltek, azt is tudni kell. Naponta 1000 követeltek Auschwitzba, és 3000 küldtünk. Mert Enter László meg a Baki küldtek 3 aranyi zsidót, mint amennyit egy van küldeni akart, úgyhogy Hösz, Auschwitz tábornok parancsnoka közölte, hogy ennyi anyagot nem tud földolgozni, mint amennyit Magyarországról ezt kapott, nem tudja földolgozni őket. Úgyhogy Horthy nagyon felelős volt ezért, hogy ez a két ember ott maradt a pozícióban. De most nem csak a zsidókról, beszélek a magyar honvédekről. Hát több mint 100 000 magyar honvéd halt meg a Donkanyarban. Miért voltak ott a Donkanyarban? Először is mi üzentünk háborút, ugye azon kezdjük. Másodszorban nem csak, hogy mi üzentünk háborút, hanem megengedtük azt, hogy a német hadsereg, a magyar hadsereget állítsa előtérbe. Ők szenvedték a legnagyobb veszteséget. Kérem, a számok mondják meg azt. A lakosság számhoz képest a magyar katonai veszteség nagyobb volt, mint a német katonai veszteség a II. Világháborúban. Ki felelős ezért? Nagy Baszoni, Nagy Vilmos próbálta Horthy Miklós rábeszélni, vonja vissza a honvédeket a keleti frontról. És ott maradtak a Donkanyarban. Ugye erről se beszél senki. Meg nem beszél senki, ma Horthyról van szó, arról a 3 millió kontusról a vidéki Magyarországon. Egy önországban, ahol, mint tudjuk, és Gyulától, nem egy baloldalitól, hanem egy népies írótól, úgy pofoszta az intéző a beosztottját, vagy a Zsellért, ahogy csak akarta. És a Zseller nem fordulhatott a csendőrhöz, mert a csendőr az intézőnek adott igazat. Szabad pofozás volt Magyarországon. A Zseller rabszolga volt. 3 millió koltus rabszolga volt Magyarországon. És erről nem beszélünk? Ugye erről nem, akkor nem kell mondom baloldalnak azt, hogy nem a liberálisokra gondolok, hanem a népi íróknak mi volt Horthy Miklósra a véleményük. Tessék elolvasni, akár a később, félig meddig nyilassá vált Fia Gézát, ugye ezt is megmondhatom, akik világosan látták, hogy Horthy Miklós alatt a magyar parasság katasztrofális helyzetbe került egy olyan Európában, ahol azért mi elmaradtunk még a rossz helyzetben levő Ausztria mellett is. Ausztriában is rossz volt a helyzet, arról is kell beszélni. Susnék és a Dernifusz nem voltak sokkal jobbak Horthy Miklósnál, de azért a parasságnak a helyzeten mégsem volt olyan nyomorult, mint Magyarországon. Meg a választási törvény, meg arról, hogy vidéken nem lehetett, nem volt titkos a szavazás, nyíltan kellett szavazni, és mondhatok még egyebeket is. Nem, hát a Horthy kultusz tökéletesen érthetetlen számomra. Üdvözlöm először is a Buda környéki televízió nézőit. Nyilvánvalóan lesz az MSZP-nek, illetve az MSZP együtt PM szövetségnek egy országos egységes kampánya. Annak helyben természetesen mi is része leszünk. Nyilvánvalóan ebből az országos kampányból, az egységes arculatból egy helyi arculat nem lóghat ki, tehát maximálisan alkalmazkodni fogunk ehhez. Ugyanakkor vannak helyi sajátosságok, amelyeket azt gondolom, hogy érdemes a kampány során igénybe vennünk. Nyilvánvalóan folytatni fogjuk azokat a népszerű és bevált rendezvényeinket, amelyek az elmúlt években is voltak. Ilyen például a Közéleti Klub az idén, tehát 2017
2013-ban már többször nem tartunk közéleti klubot, hiszen most már közelednek az ünnepek, az advent, karácsonyi készülődés. Viszont januártól újra szeretnénk kezdeni, és változatlan az az elvünk, hogy természetesen politikusokat is fogunk hívni ebben a úgynevezett kampányidőszakban, de változatlan az az elvünk, hogy nem csak politikusokat fogunk meghívni, hanem például olyan szakmaképviselőit, amelyek mindenkit közelről érintenek, például mondjuk egy olyan szakembert, aki a közlekedéssel vagy levegőminőséggel foglalkozik. És ebből kitűnik egyébként az is, hogy a rendezvényeinkkel ilyen formán mi nem direkt kampányolni akarunk, hanem azt gondoljuk, hogy van számos olyan téma, ami sokakat érdekel, közelről érint, és érdemes megvitatni. Aztán folytatjuk a más típusú rendezvényeinket. Bolhapiacot is fogunk csinálni, amint az idő megengedi, és kezd már úgy kitavaszodni. Most csak néhány kiragadott példát mondtam. Mennyire speciális terület mondjuk Budaörsi, hiszen itt érdemes kiemelni, hogy elég jó a viszony a jobb és baloldal között, és a baloldalon belül, illetve a baloldal és a liberális oldal között. Tehát nincs messze menőkig nincsenek akkora viták, mint mondjuk az országosan látható. Hát a jobb és baloldal közötti viszonyra én egy más jelzőt mondanék, nem azt, hogy jó, nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy rossz, én inkább azt mondanám, hogy korrekt. Tehát nekem úgy tűnik, hogy kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás törekvéseit, politikai nézeteit, szándékait, rendezvényeit, például nem zavarjuk meg egymás rendezvényeit. Erre Budaörsön évek óta nem volt példa, remélem a kampány sűrűjében sem lesz. És a másik állítással teljes mértékben egyetértek, tehát a baloldali pártok és szervezetek, illetve a liberális érzelmű szervezetek és választópolgárok között valóban helyben. Itt nincs az a fajta üzengetés és szóváltás, ami országosan olykor előfordul. Ez persze nem jelent, önmagában még nem jelenti azt, hogy mi majd föltétlenül valamiféle szövetségbe fogunk tömörülni, de azt mindenféleképpen jelenti, hogy nyilvánvalóan nem fogjuk egymást, hogy idézőjelben mondva, bántani. Vészhelyzet volt, de még mielőtt a németek bevonultak volna, akkor még az a harmadik zsidó törvény, és a harmadik az 38-ban volt, és a harmadik zsidó törvény idejében egyes hülyék még azt hitték, hogy az ember átkeresztelkedni keresztény lesz, tehát akkor megsporolja az üldöztetés, vagy akkor meg fog menekülni, akkor életben fog maradni, akármi. És akkor apám ateista volt, különben tökéletes ateista volt, és neki ez filozófia volt, hogy ateista, kicsit kantianus volt, nagyon ateista volt. És akkor a barátok, ott volt, amikor a barátok azt mondták neki, hogy hát miért át kell keresztelkedned, mert miért nem keresztelkedsz át. Az apám azt mondta, az ember nem hagy el egy süllyedő hajót. Ez úgy a fejemben volt. Nem azt mondta, hogy azért, mert én zsidó akarok maradni, nem is akar zsidó maradni, hanem mert nem hagy az ember a morális érvelés, morálisan érvel. És akkor azt mondták a barátok, de hiszen te nem hiszel a zsidó Istenben. Mire apám a következőt válaszolta, én a keresztény Istenben sem hiszek. Na most ez le volt a dolog intézve. Apám, és még egy dolgot mondott, egy nagyon furcsa dolga. Azt mondta, ezekhez nem asszimilálódok. Nem azt mondta, hogy nem asszimilálódok, azt mondta, ezekhez nem asszimilálódok. Ilyen nem akarok lenni, amilyenek ő. Akármi lett, és Mason Auschwitzban meghalt. De hát mégis úgy élt, hogy morális ember él, és ezért akartam neki mondani, sok mindent tanultam tőle, ami az egyszerű emberi moralitással függ össze. És azt hiszem, hogy igazi vallásos ember volt, holott ateistának hitte magát.